Csak kívülről, az ablakon belőtt vízsugárral tudták eloltani a tűzoltók ezt a lakástüzet. Látszik, hogy még a plafon is égett, a lángok mindent elpusztítottak odabent, egy meggyújtott gyertya okozta a tüzet. Ezen a másik felvételen pedig azt mutatja be a katasztrófavédelem, hogy milyen könnyen lángra tud lobbantani akár egy egész lakást is egy felgyulladó koszorú. Minden éghető anyagot távolítsunk el a gyertya közeléből, lehetőleg egy nem éghető alátétre helyezzük, és amikor elhagyjuk a helyiséget, akkor a gyertyát oltsuk el. A temetőnkben is hasonló a helyzet. Az őszre már sok helyen elszáradt aljnövényzet pillanatok alatt lángra tud kapni, figyelmeztet a katasztrófavédelem szóvivője. Ezek a felvételek néhány éve Dunakeszin készültek. Az amatőr videón látszik, ahogy a helyi temető lángol. A száraz avart, az elszáradt koszorúkat, virágokat távolítsuk el a mécsesek közeléből, és amikor elhagyjuk a sírhelyet, akkor oltsuk el a mécseseket. Tolna megyében az elmúlt években egyébként kifejezetten a halottak napi gyertyagyújtás miatt nem volt tűzeset. Ettől függetlenül a katasztrófavédelem szóvivője fokozott óvatosságot kér mindenkitől.